Készítsétek az Úr útjait, egyengessétek ösvényeit, mondja a próféta. Nem tudom, hogy vagy Sándor te ezzel a bibliai igerésszel. Engem valahogy így adventáján mindig megragad, és különösen azért is, mert hogy úgy látom a saját életemben is, és persze a mellettem élők életében is, hogy általában mi mindig készülünk. Mindig készítünk valamit, és ha nem nagyon vigyázunk, akkor gyakran még kikészítjük saját magunkat is, meg másokat is. És valahogy ez a nagy rohanás úgy talán az adott kultúránkban, most így, ami jelen van, talán nagyon is jelen van. Tehát, hogy annyira rohanunk, annyira teszünk-veszünk, hogy lehet, hogy elsikkad a lényeg. És azt hiszem, hogy ez egy nagy-nagy csapda, nem csak nekünk, hanem úgy mindenkinek. És valahogy most ez a bibliai rész arra próbál egy kicsit személy szerint engem segíteni, hogy megnézem, hogy mik azok a göröngyök, mik azok a nem simulékony dolgok, amelyek talán gátolhatnak az adventi készületben. És azt látom nagyon fontosnak, hogy talán ezt az adventi időszakot úgy megélni, hogy az tényleg úgy a Jóisten kereséséről szóljon, és hogy ne csak keresés legyen belőle, hanem majd rátalálás is. Nem tudom te, hogy látod mindezt, mennyire fontos neked ez, az útkeresés, vagy az úton levés, vagy egyáltalán, hogy tartunk-e valahová? Nagyon érdekes volt, hogy mondtad a bibliai mondatot. Nekem rögtön a két dolog így abban a pillanatban bevillant. És az egyik az, hogy az igekötők milyen érdekesen megváltoztatják a magyar nyelven a szó jelentését, mert nem mindegy, hogy felkészülök, vagy kikészülök. Igen. Ahogy mondta valaki, aki nem tud leborulni, kiborul. Igen. Másik meg, ami eszembe jutott, hogy nem tudom, te gondoltál-e rá, amikor azt a mondatot most idézted, hogy egyengessétek ösvényeit. Hát ösvény azért az erdei utakon szokott lenni. Nekem rögtön az jutott eszembe, mint egy erdőbe megyek, és ott van egy ösvény, és akkor bozótot kell vágni, vagy valami hasonló két jelent meg előttem. Nem tudom, te gondoltál-e rá, amikor... Igen, amúgy én is erre gondoltam, hogy egyáltalán ösvényt hogy is lehet egyengetni, amikor az egy olyan út, amit nem mindig, vagy nem gyakran használnak. És talán az advent is lehet arra jó időszak, hogy olyan utakat fedezzünk fel, vagy keressünk, amelyek nem a jól bejárt utak, amit már jól tudunk, jól ismerünk. És például nekem itt ugye Mikulás ünnepéhez, Szent Miklós ünnepéhez közeledve, úgy az is eszembe jut, hogy igen, talán a jó cselekedet, a jó tevésnek az útját megjárni, hogy ugye nem csak akkor majd egy nap kell ezt megcsinálni, meg megtenni, meg úgy bezsúfolni, hanem hogy lehet ez a jó szolgálat akár, vagy a diakónia, vagy bárminek nevezhetjük, de hogy olyan utat keresni, amely talán eddig még járatlan, de mégis a Jóistenhez vezet, vagy a Jóistentől jön. Nem tudom, hogy ebben valahogy érzek egy ilyen belső sugallatot, vagy egy ilyen belső indítatást, hogy talán ezt kellene járni, hogy ami egy kicsit ismeretlen, de mégis a Jóisten fele vezet. Miért gondolod, hogy ismeretlen? Igen, talán azért, mert hogy azt mondanám, hogy nagyon megvannak személy szerint nekem is a bejáratott útjaim, hogy mit, hogy szoktam csinálni, hogyan készülök, de hogy lehet az, hogy az sem mindig előre segít, hanem mert amiért valamit megszoktunk, az nem biztos, hogy mindig jó. És hogy a Jóisten a lehetőségek Isten, és azt mondanám, hogy mindig, de mindig új lehetőségekkel jön velünk szembe, tehát új úton jön, sosem a régin, sosem a... Milyen érdekes látod, hogy új utak és lehetőségekről beszélsz, hogy nemrég láttam egy szómagyarázatban, hogy az advent szó, ami eljövetelt jelent, még a kaland szóval is rokonságban van, adventure. Aventura, igen, ugye románul, igen, hogy mondjuk. Igen. És kaland, az nem lehet megszokott. Igen, az biztos. No, hát akkor azt hiszem, hogy zárhatjuk ezzel, hogy adventi kalandunk folytatásaként menjünk tovább együtt. És készítsük az Úr útját. Készítsük.